Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy meglepetés jóslás. Milyen meglepetés ér téged a következő időkben, ezt megtekintjük ennél a kivetésnél. A fő téma itt látható középen, és a gólyák utalnak változásokra. Itt a munkáról vagy a hivatásról lehet szó, hiszen ez a horgony ezt szimbolizálja. Vagy munka gyermekekkel, vagy ez a kislány szimbolizál egy új kezdetet, és a gyűrű jelenti ebben az esetben a szerződéseket. Itt ez a torony utalhat egy hivatalos dologra, vagy egy bírósági ügyre. Ebben az esetben ez a medve, vagy a bíró, vagy egy ügyvéd. Ebben a helyzetben lesznek változások, és ez a kislány akkor jelenti az ártatlanságot. Lesznek fontos döntések. A gyermek, a gólyák és a hold jelentheti egy kis babának a születését is. Lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél a családban, a környezetedben. Ez a férfi keresi újra a kapcsolatot veled, hiszen ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér hozzád, és itt a hold jelenti az álmokat és a vágyakat, tehát nála, ennél a férfinél megvan ez az elképzelés, és akkor valami változik itt a szerelmi élet területén. Ennek a férfinek van gyermeke vagy gyermekei, de ez a kislány jelentheti az ő fiatalos kisugárzását is. Nála megvan itt az életerő, fontos döntéseket fog hozni. Azt is jelentheti ez a medve, hogy van szava, tehát van egy pozíció nála. Amit a képek még jelenthetnek, hogy itt egy magas férfiről van szó, barna hajú, de kicsit olyan ősz. Amit ez a kereszt jelenthet számotokra, hogy itt a sors utatok kereszteződött, tehát ez az ismeretség nem volt véletlen. És a sors utatok újra kereszteződik, lesz egy találkozás. Itt vannak a változások, egy új kezdet. Itt lesznek beszélgetések, ami a szerelmet illeti. Vagy ő közeledik hozzád, és bevallja azt, hogy még mindig szeret téged. Hiszen itt szerelemről van szó, és kommunikációról van szó. Amit ez a torony még jelenthet, hogy te ennek ellenére még fogva érzed magad ebben a toronyban, hiszen vannak félelmek vagy bizonytalanságok, de ez most megváltozik, itt lesz egy stabil párkapcsolat, ahol úgy érzitek, hogy le tudtok horgonyozni, kihat az érzelmekre, itt van egy sorsdöntő változás, és kilépsz ebből a toronyból, ami eddig olyan volt számodra, mint egy labirintus, ahol kerestél egy kiutat, egy változást, és most megvan erre a lehetőség, hiszen változnak itt az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!